Bum, sziasztok, én Kol vagyok, és folytassuk ott, ahol abba hagytam 6500 éve körülbelül. Jó, hát ugye kívülről, ugye az előbb már én átnéztem, hogy mi kéne még, kell nekem egy visszapillantó tükör, illetve erre a kettő helyre, a visszapillantó tükör előtt még, hát ilyen, nem tudom mi az, ilyen, ugye amivel kinyitódik az ajtó, tehát egy ilyen forgó bizbasz, nem tudom elmagyarázni, de nyilván tudjátok, hogy miről beszélek, hát erről beszélek. Ugye ez kell ide, aminek hatására ugye ki tud nyílni az ajtó. Azt nem tudom, hogy oda is kell, alulra is kell. Jó, oké, tehát kettő kell teljesen, oké. Jó, hát közelről az a baj, hogy nem nagyon van, hát talán ez. Annyi még az egész, hogy nyilvánvalóan én ezt nem fogom belemodellezni a kaszniba, tehát annak tényleg nem lenne kb. Semmi értelme. Ezt így szépen, az baj, nincs közeli képem. Hát, talán még ez. De ez teljesen máshogy néz ki, mint a másik, igen, úgyhogy köszönöm. Igen. Hát, körülbelül ez is olyan lesz kb. Szerintem, mint majd ez a kinyitó szerkezet, hogy úgy saját belátásomra kell hagyatkoznom. Itt körülbelül látszik, valami ilyesmi lesz egyébként a visszapillantó tükröm is, szerintem. Aha, jó, kb. Ez a kép lesz az, amin dolgozni, amiről dolgozni fogok. Jó. Ide rakjuk oldalra, kinagyítjuk, és akkor nézzük csak. Illetve hát ugye nekem van itt, aha igen, erről majd esetleg le lehet lesni, körülbelül ugye hol legyen ez a szerkezet, illetve mekkora legyen nekem ez a szerkezet. Left nézet, így né. Oké. Okay. Berakatok egy boxot, hogy körülbelül lássam ugye, hogy mekkora ez a valami, ami nekem kell. Így né. Nézzük, hogy jó helyen van-e. Picit lehet, hogy lejjebb fogom rakni, több mint valószínű, hogy igen. Ugye a blueprint az csak egy ideig ad távpontot, támpontot, támpontot, táv, ja igen, távpontot, mert ez itt nekünk, nek így kell lennie. Jó, nyilvánvaló ugye nincsenek pontos adataim, ugye ezt mindig elmondtam, kb. 6500 éve mondogatom ezt is, mivel nincsenek pontos adatok, ezért ugye hát tökéletes nem lehet a modellem, de elkövetek mindent, hogy számomra jól nézzen ki, vagy hát értitek. Oké. Okay. Hát ugye mivel nem áll itt egy a garázsba mögöttem, ezért fogalmam nincs. Egyetlen egyet láttam egyébként eddig az utakon belőle, hát nyilvánvalóan nem tudtam leszorítani az útról, hogy légy, álljál már meg, mert akarok csinálni 65 ezer képet. Nem tudom, miért mondom most ezt a 65 ezeret egyfolytában. Na mindegy. De nyilvánvalóan ez az old, tehát ez nem lesz sehogy sem ugye így görbe. Tehát én ezt nem fogom most ezt így begörbíteni, teljesen felesleges. Én ez nekem ez így le van szépen ide húzva. Körülbelül szerintem... Körülbelül jó is szerintem. Talán picit feljebb lehet majd vinni az alját, de csak egy ilyen kis minimálisan. Jó, ezt innen kiszedjük, mert nem kell. Hát ezt valameddig ugye visszább lehet húzni, de körülbelül egyelőre ez is lényegtelen. Illetve igen, hogy lehet be fogom fordítani, ugye, hogy teljesen merőleges legyen az ajtóra, tehát így jól nézzen ki. Most egyelőre azzal sem foglalkozom, először megcsinálom a modellezési részt, ami kell hozzá. Ugye ez nekünk így néz ki. Amit biztosan tudunk, hogy ezt a két oldalt én le fogom csamferelni. Überáll lesz nagyon. Bár ez így nem lesz szép. Ez így nem lesz olyan, amiért én akarok. Úgyhogy először csak rakjunk rá egy... Da 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 da.
Mindenképpen ketteset, vagy mindenképpen csak egy simát rakunk rá először, így. Na, mert ugye szépen, nyilvánvalóan én ezt le akarom görbíteni. A tetejét pedig az egyenes lesz, ugye ott már ki fog jönni belőle nyilvánvalóan a visszapillantó tükör, de az nem lényeg most nekünk egyelőre. Az a lényeg, hogy én ezt így szépen be turbosz mutolom, akkor ez szép körbe legyen majd, hát nem ilyen természetesen, hanem ilyen. Rakunk még oda is egyet középre, jó. Hát nyilván az ilyen legyen, így, aha. Picit, hát nem hiszem, hogy kell még görbébbnek lennie, bár lehet, hogy lehetne. Lehet, hogy lehetne. Felső nézet, megfogjuk és kicsit hátrébb húzzuk. Oké, okay, turbo smooth. Jó, ez így már tetszik. Mondom, nincs kocsim a garázsba, szóval nem biztos, hogy pont így néz ki, de én a képekről ezt így látom. Oké. Nek valahogy nyitogodnia kéne, meg csukódnia. Klasszik, hogy mi a... Door mechanik mechanizm, vagy valami ilyesmi kéne. Természetesen nincs. Igen, az van. Most itt nézegetem a képeket, hogy van-e itt, ez például jó, hogy van-e itt ajtó közelről. Door. Nézzük meg csak azt, hogy door. Természetesen nincs, ugye, mert már kerestük ezeket is, de nem nagyon találgattunk. Teljesen jó. Hát, talán ez, de... Firefoxom csodával határos módon akar nem működni. Ha hát tököm tudja. De egyébként valószínűleg ez úgy működik. Nézzük a másikat inkább, mert ez mindegy. Ugye ez a rész hozzá van, meg ez is hozzá van csatlakozva ehhez. Ugye mint itt is. És ez a rész, meg ez pedig ugye ehhez, és akkor így tud nyitogatódni, meg csukodni, bár nem biztos, tehát hogy csak tippelek. De én valahogy így tudnám elképzelni. Vagy a felső kettő van hozzácsatlakozva ehhez, meg ehhez ugye, és ez pedig ide hátra, de szerintem nem. Tehát szerintem ez a kettő van ide, ez az alsó pedig ide. Én ezt most nem fogom, ugye megcsinálni, nem kell, hogy nyitódjon az ajtónk, tehát hogy tök felesleges lenne, hogyha én ezt most megcsinálnám olyanra. De hát azért, valahogy ki kell, hogy nézzen. Szóval. Így. Megpróbáljuk okosba megjátszani. Az még úgy mindig nem jó. Igen. De jó, hogy megint zoomolgatni akarok és szétcseszi nekem. Jó. Hát ezt... vigyük be oda, igen, ezt itt szépen közelítünk, kijelöljük, connect. Most az ott nem foglalkozom, nincs értelme. Pont nem érdekel. Ilyet rakunk ide, ne feszüljön túl a cucc. Oké. Jó. Most kéne az, ami eddig nem volt. Ezt itt szépen le közben, középen én el is vágom, úgymond. Igen, mert ennek itt megint lesz egy egyenes része. Aha, és ez meg majd így bejön ide. Megint nem tudok zoomolni, oké. Jó. Csak nem. Ezt meghagyjuk, de csak kivágjuk.
csak detach lesz, nem töröljük ki. Oké. Okay. Rendben. Ezt itt megfogom. Jó. Már lehet meg kéne hagyni a másikat is. Majd ezt mindjárt megnézzük, hogy... Tehát, hogy ugyanúgy meg kéne csinálni a másikkal is ezt a lépés sorozatot. Na, mindjárt megnézzük. Jó lesz így szerintem. Jó lesz így. Igen. Ide, oké. Te kicsit lejjebb is jöhetsz, oké. Bridge. Bridge, nagyon jó. Röntbön. Hát ugye nyilvánvalóan ezt itt nekünk, gyerált erre az oldalra, így né. Ezt itt szépen kiegyenesítem. Így né. Jó, lesz szépen jó. Így né. És hát ide még kéne egy olyan, az a baj. Tehát ezt itt, aha, sőt ezt nem is fogjuk meg. Fogná meg, így né, kiszedjük. És én ezt minimálisan, hát igen, meg kéne. Minimálisan ezt meg kéne emelni. Égni. Csak egy kicsit. Oké. Okay. Rendben, ugye ide akkor oda rakjuk azt a át. Igen, ez itt most így hülyén fog kinézni. Ezt itt leszedem. Jó. Ezt itt én végig fogom futtatni. Egy. Ide akkor ez a négyzet nem kell. Arról is végig fogom futtatni. Ugye hát ott egy háromszög, de az ott kb. Lényegtelen, igazából, hogy látszik-e, vagy nem látszik, de ugye olyan picike itt minden, de hát én nekem nem tetszene. Oké. Okay. Jó. Hát ezt ide azért berakjuk. Kettes, úgy széthúzzuk. Oké. Okay. Ide is, középre. Oké. Okay. Ide is. Hát ide is mehetne két oldalra. Most egyelőre nem akar, az egyelőre csak egyet rakok be, és utána majd a másikat, mert ezt is szépen kiegyenesítjük, és ide rakjuk. Így. Itt felül ezt módosíthatnám, tehát szépen ki lehetne egyenesítgetni, de kb. Felesleges. Igen. Jó. Ezt behúzzuk ide. Oké, ide rakok be még egyet a biztonság kedvéért. Jó. Ide rakok be mondjuk egy kettőt, hármat, így, sőt, négyet. Jó, oké. Ide is berakjuk ugyanúgy. Hát megpróbáljuk ugye ugyanazt, hogy kb. Akkor ugye felviszünk egyet idáig. Egyébként ezt lehetne szimmetribe is csinálni, tehát meg lehetne úgy is oldani, de most nem úgy. Nem úgy álltam neki. Oké, turbosmooth. Nagyon jó, nagyon faja. Így is képzeltük el. Ugye itt ennyi a problém, de szerintem ez nem is problém. Ugye itt felülre ez itt az a rész. Az a rész ott kicsit zavaró. Igen. Hát annyit lehet esetleg csinálni, én ezt fogom. És behúzzuk.
ide. És akkor talán az ott. Aha, így né. Igen, csak akkor az ott lőjük be. Oké, és akkor nézzük meg, hogy meddig. Hát van egy eddig mondjuk. Aha, így jó. Oké. Meg ezt is be lehet. Meg ki lehet tolni mondjuk egy eddig. Így né, és akkor ugye ott sem fog benyúlni. Hát az ott csúnya, igen. Nagyon csúnya. Akkor pedig nincs más megoldás. By angle 45, oké. Okay. Ez nem kell, hogy lássuk. Egy, azt leszedjük, oké. Okay. És ide rakunk egy bevelt. Így nagyon minimálisat, oké. Okay. Működik-e a dolog? És működik a dolog. Szép éles lett. Jó, oké. Okay. Mint mondtam, ezt lehet szimmetribe is tolni, úgyhogy én igazából ide rakok bele egy szimmetrit most. Hogy az alját ugye ne kelljen megcsinálni. Ha, el is rontja, mert túl közel van egymáshoz. Oké, okay. Minimálisra vesszük. Jó. Oké, okay, rossz helyen van a szimmetrink. Csodálatos. Jó, eddig kell lehúzni, eddig pontig. Oké. Okay. Így, az ujjamat raktam oda, tehát semmi extra. Szóval, és még nem is pontos. Paszki. Odáig. Oké, okay, akkor kicsit lejjebb. Jó, oké. Okay. Jó, most ez ugye megvan. Most nem is néz ki olyan hülyén, teljesen jó. Erre az oldalra talán nem kéne ez a nagy. Behajtogatás, de szerintem nem baj. Úgyhogy itt lehetne kicsit ferdébb is. Tehát ne legyen annyira éles. Bár, hát teljesen jó. Teljesen jó. Cuki. Jó. Még annyi esetleg ugye, hogy itt, hát ez nem kör, az a baj. Ez ott nem kör, úgyhogy. Megfogjuk, és meg az anyád. Így kihúzzuk egy. Aha, tök jó, hogy nem. Mert máshol van a scale, meg a rohadt anyádat. Tehát miért van ott a középpontja? Na mindegy, tehát hogy köszönöm szépen. Nagyon jó. Akkor így. Egyforma mértékben ment hátra. Nem, köszönöm, nem. Hát akkor megoldjuk. Okosba. Nem. Te kijössz eddig. Így. Te kijössz eddig. És ha minden igaz, akkor ezt le kell, hogy... Aha. Hát, igen. Ez sem tetszik. Ez sem tetszik. Hát igazából lehet, hogy jó is így. A kurva anyádat mozgolódsz el. Szerintem jó lesz így. Nem tudom, hogy ez felülnézetből hogy néz ki sajnos. Lehet, hogy jobban kör alakú, de nem vagyok benne biztos. Szóval szerintem ez így... Szerintem ez így nem rossz. Max még azt lehet, hogy ezt kicsit így megszkéleljük elrébb. Megint elmozdul, pedig nem kéne. Aha, jó, így jobb. Oké, okay. Kijebb húztuk. Uh-huh. Igen, mert itt mindenféleképpen ugye az ott kör alak. Hát, nem tudom, nem biztos. Nem biztos. Jó, én ezt most nem, mert már mozdítottam. Megoldjuk máshogy. Meg kell fogni. Nem a bordert.
Én mozog, megint túlságosan mozog. Hogyne, persze, hát egyértelmű, marharépa. Mint az nem ugyanaz a szög lenne, köszönöm szépen. Egyni, jó. Oké, ez nem kell. Lehúzzuk. Egy. Hát, picit bejebb is lehetne egyébként tolni, tehát valahogy így. Oké, és akkor simán csak szétszkéleljük. Ha nagyon akarnánk, akkor ugye, de lehetne. Égyni. Lehetne oda berakni cuccost. Hú, az úgy hogy néz ki, meg így néz ki, meg hogy néz ki. De szerintem felesleges. Ide meg ide rakok még egy chamfert. Így. Hogy a... Oké, az alja az ott ne. Tehát, hogy túlizmos. Lehet, hogy túlizmos, de... Hol az anyag? Itt az anyag. Nézzük csak meg. Ez picit nagyon vaskosnak tűnik nekem. Bár lehet, hogy ilyennek kell, nem tudom. Hát igen, valahogy. Valahogy így jobban el tudom képzelni. Kicsit mennyire szép, csak egy kicsit. Valahogy így. De hogyha egy fokonként forgatjuk, akkor vissza tudjuk majd forgatni. Tehát hogy azért nem mindegy, ugye, hogy most elrontom, és majd nem tudom visszaforgatni megfelelően, akkor azért az úgy elég szomorú. Én. Szerintem teljesen jó. Nyilvánvalóan. Hát igen, lehet, hogy ezek lehetnének egy kicsit vaskosabbak. Illetve még erre is, meg arra is rakok chamfert. De ez már olyan minimális, hogy igazából alig fog látszódni. Igen. Hát én látom. Én látom, hogy izmosabb. Oké. Hát próbáljuk meg azért még. Rakjuk vissza. Kicsit kirakjuk mondjuk így. Most azt is fogjuk ugye egyszerre. Így. Jobb. Sokkal az. Aha, most már sokkal jobban körülakúbb. Megint ezek a kúra vertexek, mindig a vertexek. Leszarom, hogy hogy néz ki a vertex. Oké. Okay. Ott még mindig nem tetszik. Az a nyominger rész. Toljuk be még egy kicsit jobban. Így. Különüljön el, aha, így. Különüljön el, látszom, hogy az ott más, az, így jó. Távolabbról is látszom, hogy ott azért van valami. Azért valami ott van. Jó. Jó, oké. Az ott mi a szar?
Miért van ott? Azért volt ez furi. Baszki! Az mi? Ne viccelj! Menj már anyádba. Hogy kerül az oda? Vagy mi az? Mi ez a csík itt? Hát ne idegesíts. Azért volt az ott fura. Igen, most meg elcseszte a szimetrit. Minek nekem most szimetri? Alulra van, aha. Nagyszerű. Oké, okay, akkor a szimetrit pedig, aha, hát igen, bekötjük, oké, okay, és akkor ezt itt úgy, ahogy van, leveldeljük. Igen, csak olyan pici a, aha, hogy kurva jó. Így van, nagyon jó. Itt van plusz, aha, van egy plusz cucc. Ez mi a szar? Csokkolom! Hogy kell? Mi ez? Mi ez a szar? Úristen! What the fuck? Úristen! Nem tudom, mi volt az. Tök mindegy. Megfogjuk, felhúzzuk. Egy. Ha be nem tudjuk beveldelni, így akkor nem lesz vége a világnak. Igen. Nem tudjuk beveldelni. Hát akkor egyessével. Egyni. Egyni. Oké. Bazd meg. Oké. Okay. Az ott nem látszik. Azt ott engedi kettőt. Az ott egy. Mondom, az ott egy. Az ott kettő. Oké. Okay. Az ott csak egy. Külön-külön. És ezt is engedi külön. Oké. Okay. Megnézzük. És... faja! Ez az. Hát most itt egy picit lekonyul az a rész, ugye alig észrevehetően, de látszik. Nem érdekel. Tehát, hogy ez így nekem nagyon bejön. Aha, tiszta király. Talán egy kicsivel lehetne egy kicsivel szép scale-elve, de nagyon egy minimálisan csak. És idáig jöjjön fel, így. Jó, és akkor most elforgathatom. Illetve nem, még nem forgatom el, mert majd erre megy rá a visszapillantó tükör, és majd azzal együtt szeretném forgatgatni. Tehát inkább ne forgassuk. Jó. Mentsük el. Jó, oké. Ha ketté fagy, akkor én nagyon szomorú leszek. Úgy, nem Love Polyforest, Classic Bitly, oké, okay. Negyedik hó, 27. Jó. Úgy ebből majd alulra is kell egy, azon most nem foglalkozunk. Jó. Visszapillantó tükörötty. Ha minden igaz, van erről képen, így van. Hát nekem ez szimpatikus. Tehát ugye ebből a cuccból, amit most készítettünk, abból jön kifele. Tehát abból fog kiállni. Igen, és ilyen henger forma, nagyon egyszerű, feljön egy ilyen ívben. Aztán szevasz tavasz, tehát nem egy, tényleg nem egy bonyolult
formaterv, egyáltalán nem bonyolult. Itt a blueprinten nekem máshogy néz ki, tehát a másik oldalon van ez a kör cucc, de nem. Tehát nekem csak az egyik oldalon lesz visszapillantó tükör. Igazából képek felén az egyik oldalon volt csak, úgyhogy volt olyan, amiken egyiken se. Na mindegy, egy oldalon lesz, ugye nyilvánvalóan, de nekem a másikra nem kell. Például itt is van. Nézzétek meg. Itt van, itt nincs. Tehát, hogy nem érdekel. Itt lesz nekem. Oké. Jó. Egy alapméretet azért vegyünk fel, azt mondom. Ez a kép meg, ez a kép, oké. Front. Na most tök mindegy, egy lineból. Hát itt ugye nem látszik nagyon. De... hát igen, ez a baj. Meg itt sem, ez a probléma, nem látszik itt sem, hogy ugye mekkora az a rész, de szerintem körülbelül ugye itt is látszik, hogy majdnem ugyanakkora ez a rész, mint ez a rész, kicsit kisebb, tehát egy minimálisan kisebb. Tehát valahogy mit tudom én, ennyi. Aha, ennyi, így, és akkor ebből jön, hát igen. Most tök mindegy, hogy itt nézem, vagy ott nézem. De itt az a probléma, hogy ki kéne, hogy jöjjön egy kicsit. Igen, és valahova akkor eddig fog felmenni nekünk. Ilyen ívelten. Jó, ide pedig rakunk egy bezírt. Something like that. Így né? Kicsit rotálunk. Corner bezír. Aha, nagyon cuki. Tök mindegy, ugye ez csak egy ilyen arány, tehát hogy nem így fog, nem így fogom megcsinálni, csak úgy, hogy ott látszódjon az arány, hogy mi van. Nekem ez nagyon picikének tűnik, de lehet, hogy... aha, nem, jó ez. Jó ez. Mondhatnátok, hogy miért nem mirrorozom, azért nem, mert utálom, mert egy szar az a rendszer. Ez a script, ez a mirror cucc, ez nem jó. Nem működik megfelelően. Jó, ez valahogy így fog kinézni. Nyilvánvalóan nem. Mert én ezt így kifogom. Hát, igen, az egy kicsit... who knows? Who knows? Nem tudom. Nem tudom, azt tudom, hogy ezt így... szép íveltnek kéne lennie. És egyenesen ívelődik, de hogy az ennyire kijöjjön, azt azért nem hiszem. Ha megnézzük valami másik képen. Ezen látjátok, tehát ezen így jön, és így egyenes körülbelül. Tehát hogy ez... igen. Ez ott kb. Egyenes, de ennyire nem hiszem, hogy ki kéne jönnie. Valahogy így tippelem. Jó, mindegy. Jó, aránynak ugye ez megvan körülbelül. Akkor kell nekem egy cilinder, illetve ez kell, meg ez kell. Jó. Nekem egy cilinder, jó. Valahol ide vesszük fel a cilindert, jó. Oké. De nyomhatok egy turbosz mutat, hogy ugye lássuk az arányokat, de igazából annyi lesz az egész, hát az, hogy ennek most a pivotja, a tököm tudja hol van. Szerintem nem pont középen lesz. De, körülbelül. Jó. Ott van, ahol kül lennie. Igen, és ez sem ugye innen jön ki, hanem innen, tehát azért lesz valószínűleg egyenesebb. Majd meglátjuk. Jó. Ugye nyilván nem kell olyan sok, mert hogyha nyomok rá smoothot, akkor majd meg lesz az. Meg lesz az. Oké. Ez sem kell, mert majd én beállítom. Ne állogasson senki helyettem semmit. Helyt. Ezt is belőjük majd, úgyhogy convert editable poly. Nagyszerű. Ezt kicsit beletoljuk, hát
amennyire. De az anyag, hogy itt látszódjon, hogy ez elkülönül tőle, tehát hogy ez különálló object, vagy hát hogy mondjam, tehát hogy megvan neki a széle szépen, tehát értitek, nem az, hogy majdnem ott van benne, hanem ha távolabbról nézek, akkor lássa, hogy jó, hát ott azért van egy perem, meg mit tudom én, ezért jól nézzen ki, oké. Hát én körülbelül innen fogom felvinni a többit. Ezt kicsit kiszkélezzük így. Egy. Az egyelőre nem is kellett volna bele. Jó. A munkra egy extrudot. Per, tökéletes. Kijön egy eddig. Oké. Jó. Ide is nyomunk egy extrudot. Körülbelül ide. És itt pedig, hát nekem olyan sanda gyanúm van, hogy itt pedig van egy ilyen bazd meg. Itt pedig van egy ilyen kis, hát nem kúp, de valamilyen félkörforma. Valami ilyesmi lesz ott szerintem. Egy. Jó, oké. Az a jó, hogy itt majd ezt bele kell ebbe illeszteni. Igen, sajnos. Sajnos, ez alulra nekem rohadtul nem kell. Oké. Nem connect, hanem... Egyné. Jó. Rendben. Ugye hát nyilván ide is rakunk. De mehet kettát, menjen a hármas. Egy kicsit lehet kisebb. Így. Az egyelőre nem kell, hogy megnézzük. Oda is mehet. Oda inkább csak kettő. Így és... Ide be. Így. Oké, nézzük meg. Turbo Smooth. Teljesen faja. Teljesen jó. Így. Oké, működik a dolog. Tetszik. Hát a tetején van egy minimális, ugye ilyen görbülődés. Nem tudom, hogy mondjam. Lehetne most ezzel itt szórakázgatni, hogy ezt kiszedünk, meg azt kiszedünk, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ez itt szerintem teljesen, hogyha azokat ott kiszedjük. Így is van benne, tehát hogy inkább visszarakom. Igen, azt. Tehát ez annyira minimális, ugye nem látszik. Bele lehetne ide rakni, nyilván. Gró, oké, ez ide nem. És így talán. Aha, így jó. Jó, oké. Meg lehetne oldani ezt máshogy, hogy ide egy komplett gömböt rakok bele, ugye, és akkor nem lenne rajta ilyen probléma, de tök felesleges. Tehát ez ilyen távolságból körülbelül, hát a kutya nem fogja látni, szóval nem érdekel. Oké. Jó, a következő problémánk. Ki kéne alakítani magát, ugye a formát, hogy körülbelül meddig menjen, és honnan. Ugye, amit tudunk, hogy ez ebből fog indulni, kicsit lehet, hogy magasabbra is lehetne ezt állítgatni. Hoppá, rosszat fogtunk meg. Kicsit mondjuk, hogy eddig. Eddig, oké. Okay. Még mindig szerintem, még mindig alacsonyabb. Igen, még mindig alacsonyabb, mint a másik. Jó. Oké. Okay. Amit tudunk, biztosra, hogy ide kell nekünk. Define, oké. Okay. Így, és ez kijön. Kijön, oké. Okay. Azaz. Azaz. Ez a forma kell nekünk. Csak nem így szétcseszve. Tűnj innen. Nem break, basz meg. Így, oké. Okay. Juhu. Így szépen, azaz. Mert az lesz a poén, hogy ezt ugye itt bele kell építenünk.
abba bele. Abba bele, abba bele. Jó, nekem ez így szimpi. Ez egy kicsit vastagabb lehetne, de akkor ezt is meg kéne vastagítani. Szóval azt mondom, hogy nem. Aha. Hát de. De, legyél egy kicsit vastagabb, azt mondom. Egy. Aha, jó, oké. És akkor ő is lehet vastagabb. Mindjárt meglátjuk, hogy ez így hogyan fest. Hát ez így túl vastag. Nem munkrát turbosz mutat. Nagyon vastag, köszönöm. Egy talán. Ez valahogy ki kell néznie, tehát ez valamilyen vastagságnak kell ott lennie, hogy észrevehető legyen, meg mit tudom én, tehát azért hogy ki kell néznie, hogy megadja a designate. Körülbelül jó. Még jó egyébként, hogy nem. Most igen, hogyha meg megszkélelem, ugye akkor meg az a probléma. Mert egy kicsit megszkéleljük. Oké. Okay. És ezt is tudom egy kicsit még hátrébb visszük. És akkor még tudom egy kicsit így szkélelni. Azaz. Most már nem középen van, úgyhogy berakjuk közé. Hopp. Ja, igen, most meg a... hát nem biztos. Nem, mindjárt ott maradt a pivot, jó. Így. Így, né, oké. Azért legyen neki ugye valami anyaghatás, hogy ott van és van benne cucc. Még esetleg ezt még egy kicsit feljebb lehetne most ezáltal vinni. Egy. Mindjárt egy kicsit lejjebb. Egy. Uh-huh. Jó, oké. Okay. Rendben. És ugye ami nekünk most kell, igazából, ugye ezt majd itt rá tudom építeni majd a másikra, ugye ami ide nekünk kell, erre a részre, szóval nem lesz probléma. Ezt a felsőt nem biztos, hogy bele fogom építeni, csak simán ráhelyezem, azt csókolom, tehát ez annyira nem fog látszódni, hogy nagyon. De ezt itt bele kell. Úgyhogy ezt most itt elmentjük. Save, oké. Okay. Higgyunk. Most ki kell találni. Ó, hát ez gyerekjáték. Már most látszik, hogy hogyan lehet összeépíteni a kettőt. Szóval ez nem egy bonyolult dolog. Szerencsére teljesen jól vagyunk. Chamfer. Ugye ezt mi kapcsoljuk, mert nem kell. Úgy. Egy, né? Oké. Okay. Rendben. Téged kicsit elhúzunk idáig. Oké. Okay. Még jobb. Ez itt. Ugye ezzel nem fog most foglalkozni. Már ennek is lejjebb lehet venni a szájját, de nem veszük lejjebb. Jó, ez itt teljesen jó. Jó, ez így. Vastagságon gondolkodtam, de az is jó így. Hú, kezdek éhes lenni. Ígyunk még. Nagyszerű. Erjesztett alma.
fantasztikus. Converted table, poly, polygon mode, select polygons, delete, oké, nagyszerű, az a teteje se kell nekünk, jó, rendben, aztán, ez sem kell nekünk, és ez sem kell nekünk, oké, ez a rész, meg ez a rész, így kijön, körülbelül egy eddig. Mi a faszt fogtam meg? Már mint hogy rossz dolgot jelöltem ki. Így. Nagyszerű. Oké. Okay. Igen, itt ennyi probléma lesz. Nem baj, azzal nem foglalkozom. Hát igen, igen, igen. Az a probléma. Hogy én ezt most itt bejebb húzom majd. Akkor az ott hülyén fog állni. Mindegy, ezt megnézzük így. Meglátjuk, hogy mit lehet vele így alkotni. Jó, és ez egyenes is, ugye? Jó, oké, egyenes is, oké. Ugye kezdetnek az a legfontosabb, hogy ne barmoljuk szét ezt az alapformát. Tehát, hogy mindent ehhez kötünk hozzá. Juhu, igazából ennyi volt. Szevasz, tavasz. Mehetünk aludni. Voyala. Voyala, és kész is. Oké. Hát én rakok bele egy ilyet, így, és kicsit összép húzom. Valahogy így. Hát ugye ne onnan. Ne legyen egyből olyan vastag. Baszki. Éj, né. Nagyon faja. Teljesen faja. Elrontottuk. Gól. Nagyon jól elrontottad. Szép volt. Oké. Okay. Szevasz. Hülye gyerek. Nem. Nem rontottam el. Csak rossz helyen van ez a cucc. Kicsit fejebb kéne ezt így rakni. Így. De ezt is kéne fogni hozzá. Így. Igen, mert a teteje alól jön ki, tehát nem középről. Valahonnan innen jön ki. Oké. Okay. Nagyon jó. Nagyon jó. Teljesen működik a dolog. Ez itt nekem rohadtul nem tetszik. Méghozzá az, hogy szerintem itt valami el van rontva. Vagy nincs? Akkor miért ilyen? Megtörik. Megtörik ott a dolog. Valószínűleg ez miatt, hogy nincsen felosztva. Meglátjuk, ezt innen vegyük ki. Hát igen, csak akkor ugye megtörik maga az ívünk. Azaz, azaz. Azaz, azaz. Teljesen jó, működik a dolog. Oké. Okay. Szépen hozzá van forrasztva. Azaz. Teljesen jó. Adunk neki egy kolorot. Egyné. Most lehet, hogy kicsivel lehetne vékonyabb, de nem. Nem, nem, nekem ez itt tetszik. Jó. És akkor kell nekünk egy ilyen. Hát ugye ez sokat nem fog segíteni. Minimálisan tud ugye a... ...a méretbe beleszólni. Nem nagyon, csak egy ilyen alapméretet ad nekünk. Körülbelül ugye mekkora. Vaj, de ütős lesz, nagyon jó. És hát ezt is majd szépen el kell
fordítanunk, tehát ez ugye nyilvánvalóan majd valahogy így lesz. Így. Tiszta jó lesz. Oké, menj vissza. Visszamennyi. Oké. Rendben. Hát, ez nem teljesen jó. Méretileg én adok neki még side-ot. Így. Minimum legyen ennyi. Jó. És akkor lehet vele szórakozni. Oké, ugye ez szépen be is van forgatva. Jó. Ugye amit igazából látnom sem kell szerintem, az annyi lesz, hogy ez itt bejön ide. Így ezt kicsit lehetne vékonyabb is, azt mondom. Valahogy így. Jó. Ide rakunk egy ilyet. Így. Így. Most ide nem kell. Ez itt nem fog látszani, szóval tök mindegy. Technikailag látszani fog, de gyakorlatilag szerintem sosem. Nem szoktam olyan helyről renderelni képeket. Igazából sose szeretek renderelni. Renderelni se szeretek, igen. Hát igen, ez a kérdés ugye, hogy ez a tükör, ez hogy domborodik, vagy nem domborodik, vagy mi csinál. Jó, egyelőre ne domborodjon. Jó, egyelőre akkor grovoljuk meg. Így. Oké. Okay. Amit biztosan tudunk ugye, hogy ezt itt le. Konnekteljük. Így. Ezt is szerintem lefogjuk. Oké. Okay. Ezt is lefogjuk. Oké. Okay. Jó. Itt jön az izgi rész. Ez itt kijön eddig körülbelül. Jó. Eddig tiszta. Elképzelhető, igen, tehát hogy ez ugye ilyen srég. Alapból srégen van rajta. Tehát hogy ez el van görbítve. Ez így a szélére van rá, vagy hát nem a szélre, középre, de ugye egy már alapból ferdén. Majd mindjárt megnézzük, hogy az úgy hogy néz ki. Mindjárt megnézzük. Jó, amit megint biztosan tudunk, hogy ez itt... Egyelőre foglalkozunk ezzel. Azt mondom. Igen, igen, mindenképpen görbén. Mindenképpen meg kell majd görbíteni az egész rendszert. Ez itt legyen kisebb, azt mondom. Oké. Okay. Csamfereljük meg. Ahogy, ez még kisebb, jó. Te ugye kijebb jössz. Jó. Igen, majd ezt kell majd ugye itten. Itten. Ezt kell majd ugye itten módosítgatnunk. Jó. Szépen gyere. Kijebb. Oké. Okay. Jaj. Te is kijebb jössz. Valameddig eddig. Igen, lehet, hogy lehetett volna kicsit vékonyabb ez a vas, de inkább legyen vastagabb, tehát tényleg legyen ott, ahol van, tehát hogy mondjam el normálisan, értitek biztos, hogy ilyen kis vékony szar legyen, na. Ez a lényeg. Oké. Te is egy kicsit legyen nagyobb. Oké. Te, így, oké. Okay. Utálom, hogy nem lehet oda, bazd meg. Megcsináljuk máshogy. Így, ne te, ki vagy jelölve. Mentsünk. Mindig mentsünk. Jó. Nem, csak egy kettes mondjuk. Mondjuk egy eddig, jó. Hátrébb jön, oké. Okay. Jó. Te
is hátrébb jössz, oké, okay, ez ide nem kell. Jó, és akkor ezt ide connect. Egyné. Jó, és akkor te is még kicsit hátrébb jössz. Rendben. Jó. Amit tudunk, hogy egy kicsit így fertőn fogsz jönni, vagy hát inkább így. Már az egész meg lesz, aha, ferdítsük külön a dolgokat. Így, jó, ide én nyomok is egy chamfert. Bár csak a tetején, lehet, hogy csak a tetejére kell. Jó, ne jó lesz az ott, persze jó lesz. Oké, okay. Ide is kell egy. Rakjunk ide kettőt. Mert ilyen szép ferdén. Jó. Ide is kell. Oké. Okay. Sőt, ide is rakunk. Úgy. Oké. Okay. Jó. Ugye, amit tudunk, hogy alapból szerintem ez van elforgatva. Igen. Igen, igen, igen. Nézzétek meg, pont úgy néz ki, ugye, hogy ez itt majd így hosszabb lesz, mint a másik. Jó. Oké. Okay. Úgyhogy most nem, én nem vagyok a hülye. Tehát ez vastagabb, nem? Mint ez. Tehát ez biztos vagyok benne. Oké, okay, jó, megbeszéltük. Király. Körülbelül így. Körülbelül így, még ezt is lehet, hogy... Fov. Nincs leizelve. De le van. Én nem tudlak megfogni. Valami történt. What the fuck? Unfreeze all. Le volt? Faszi, nem tudom megfogni. Azért, de nem értem. Nem engedte az előbb. Na mindegy, most már engedi. Ja, tök mindegy. Oké. Most meg ezt nem engedi. Jó, mire kéne indítani szerintem a progit. Mindegy, ez így működik. Megvan, jó. Chamfer, chamfer. Nem fogom lópolizni, vagy lodozni, vagy retopózni, úgyhogy teljesen mindegy, most chamferelem, vagy nem chamferelem. Jó, nézzük meg, hogy hogy néz ki. Turbo smooth. Azaz. Azaz. Még esetleg ezt lehetne kicsit összébb. Jó. Ezt lehetne kicsit így, nem, kicsit ugye így íveltebbre, oké. Okay. Ugye most már ugye csúszik az egész, de nem baj. Tehát ez minimálos. Jó, illetve ezt is én egy kicsit, talán ezt így kicsit kijebb, így egy nagyon picit. Ne egyenesen törjön az a dolog. Azaz, valahogy így. Uh-huh. Nagyon jó, nagyon cuki. Itt a tetején lehetne egy chamfert beiktatni. Ide megrakunk egy ketteset közelre, így. Hát nem. Nem látszik látványosan, hogy mennyivel jobb lenne. Úgyhogy tök mindegy. Jó. Ez milyen divat, hogy nem tudok kijelölni valamit? Ez ilyen új valami? Azaz. Hát most miért nem tudom megfogni? Ne viccelj. Oké. Okay. Jó. És hát ugye ezt erre rakjuk rá ide. Így.
Tehát ezt itt nyilvánvalóan szerintem egyáltalán nem kell beleraknom. Nem rakom bele. Bele lehetne igazából, kb. Ugyanúgy ugye, ahogy az előzőt, de szerintem felesleges. Oké. Rendben. És ugye annyi, hogy ezt külön kell majd forgatni. Tehát most egy oké, ez egy turbo smooth-tal nagyon szép, meg nagyon faja, meg minden. Oj, de üt! De tetszik! Kiváló! Szedjük ezt ki innen. Így. Megint nem, de meg tudtam fogni mindent. Jó, furi. Furi. Na, hát igen, kurva szép. Jó, tetszik. Nagyon tetszik. Teljesen jó. Ha nagyon akarom, ugye ezt kompletten át lehet rakni majd a másik oldalra, szóval ezen nincs probléma. Ugye? Tehát ez ugye egyáltalán nem izé. Illetve, hát ez most ugye egy egyenes és alapból be van ferdítve. De, hogyha én ezt el akarom, mindenképp el kell forgatnom. Annak a tengelyébe kéne forgatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt egy pivot és align hozzá. Oké. Okay. Tehát, hogyha most ezt elforgatom, ugye akkor nyilvánvalóan így fog forogni. Tehát ugye ez így attól függetlenül jól fog kinézni, szóval nem lesz ezzel probléma. És 5 fokonként elforgatjuk, tehát ezt valahogy így mondjuk egy 8 fokkal. Oké. És ezt megfogjuk view-ben. Egyné. És én ezt így hátrébb tolom, eddig mondjuk. Oké. Nagyszerű. És ugye megmaradt a pivotban, tehát ott van a középpontban, de ugye most el van forgatva az ajtónak a cucca. És most ezt is igazából, hogyha nagyon akarnám, akkor ezt be lehet egy kicsit így forgatni, mondjuk ezt is egy 5 fokkal. Ha nézzük a szöget, ugye, hogy innen nézi a csávó, hát még talán még jobban be kéne. Tehát ez meg már talán túl sok, mondjuk egy 2 fokkal így. Valahogy így. Teljesen jól néz ki, nagyon tetszik. Jó. Ezt megfogom. Unhide kérem ezt a képet, oké. És akkor kell nekem ugye még egy ebből, ezt lemásolom, így, és referenciát csinálok belőle. Jó. És levisszük. Addig, ameddig akarom. Én nem akarom, nem mindegy. Ennyi. Lehet azt mondja, hogy ez sokkal vékonyabb, hát igazából nem nagyon. Minimálisan. Én is ezt ide betoljuk. Én. Teljesen jó. Ha ott lehetne egy kicsit talán meg kéne rotálni így, de nem nagyon akarom. Hát, egyszer élünk. Éljünk veszélyesen, mit tudom, kurva jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Szerintem úgy nem kell. Igen, hogyha ferde meg a izé, minden, hát szerintem ez itt teljesen jó. Oké. Okay. És igazából én ezt nem nagyon fogom módosítgatni, tehát igen. Convert editable poly. Így, ugye most már nem. Igen, mert bele... Most ezt turbo smooth-ot újra rárakjuk, akkor szépen beáll, ugye igen. Szerintem én ezt alapból... Persze, hogyha majd UV-zom, akkor nyilvánvalóan szét kell vágni és külön-külön, de még az se biztos. Úgyhogy én ezt így attach... Attach. Mert ugye, hogyha most én ezt így szépen ugye... Összeattacsoltam, akkor a másik oldalon is ugyanúgy ott van, és kurva jól néz ki. Nagyszerű. Nézzük, hogy fest. Szokásos. Nézegetőzés.
teljesen jó. Nagyon faja. Kicsit gyengusz a fény. Jaj. Másik oldal. Miért vannak ott plusz objektek? Ja, mert most csak kitöröltem, nem szelektáltam. Teljesen jó. Minimális, tehát ugye most ez hú, hát nem változott sok minden a járműn, de igazából kurva sok minden változott. Nekem nagyon tetszik. Jó, és legalább haladtunk most is. Oké. Elmentem. Megyek reggelizni, mert fél hét van. És folytatása következik. Kicsit így, hogy még jobban látszódjon a izé. Basz, nagyon, nagyon jó. Teljesen jó. Nagyszerű. Jó, na mindegy, ezért megyek reggelizni, aztán folytatása következik, és mentsük el még egyszer, mert hogyha valami történik, akkor nagyon-nagyon szomorú lesz Cole. Adjö!